Nem mindegy, hogy mennyi van, még ha két napig kell itt ülni, vagy két hónapig. Hát ki élni akar, az üljön nyugodtan, az ne beszéljen. Hányszor elmondtam már magámnak, hogy ha beszél, akkor jobban fogy a levegő. Az én levegőmet itt fogyasztja! Felkérésre készül ez az előadás, hiszen én nem is ismertem a darabot. Amikor megismertem, viszont akkor nagyon megörültem neki, mert azt éreztem, hogy ez egy nagyon eltalált és nagyon jól megírt darab. Kicsit az jutott eszembe, hogy az adás hibán éreztem azt, hogy ez mennyire eltalálódott, úgymond, és a szerző azt mondja, hogy ő egy éjszaka alatt írta meg. Hát nyilván ebben van egy pici költői túlzás, mert annyi minden részlet van benne, amely után szerintem után is kellett nézni. De az a lényeg, hogy akkor, amikor felkérés volt, még közel nem tartottunk ott a világban, ahol most. És most meg hajmeresztő az, hogy itt ezek a dolgok mennyire közel kerültek hozzánk, ugye a háború elsősorban, de maga ez az egész válság, meg ez az őrület, amit most átélünk. Hányszor próbáljunk még, hogy pontosan tudja a feladatát? Nem látok semmit. Persze, hogy nem lát semmit. Na, ettől fogunk megdögleni. Azért szeretném kiemelni azt, hogy ennek azért nagyon sok humora van ennek a darabnak, meg azért, de alapvetően ez egy kedves dolog szerintem, meg sokszor vannak olyan kedves pillanatok, miközben hát ettől abszurd, meg ettől ilyen groteszk az egész. De a mi létezésünk is sokszor ilyen. Ha nézzük, hogyha elmegyünk egy ilyen nagy bevásárlóközpontban, azért ott tanulmányozhatjuk önmagunkat is akár. A kinti levegő mérgező, akkor maguk megfulladnak. Akkor nekünk a kinti levegő nem jó. Bizony, mak. Nem kell ennyire félni, sőt, hát mi azért azt tanultuk, hogy a jelenben kell élnünk, gondoskodnunk kell nyilván arról, hogy szép legyen a jövő, meg a gyerekeink jövője, meg az unokáink jövője, de azért azt annak a fajta életnek, ami rettegésben telik, hát annak sok értelme. Mit üzen ez a darab? Hát arról nem is kell beszélni, hogy mennyire aktuális. Annak ellenére, hogy ugye ez 80-as években íródott. Sokszor egyébként félelemmel tölt el. Semmisítő gázpalackok. Három gázpalack a falnál. Sikerült már megoldani, hogy egyetlen mozdulattal az összes palackból jön a gáz, ezt egy csövelit kivezettem, és aztán akárhol lehet robbantani. Csak egy szikra az egész, megvittük magunkat. Az is jelentős számomra, hogy élni kell tovább. Nem tudunk a múltban élni, nem tudunk a jövőben élni, most tudunk élni, aztán, hogy mit hoz a jövő, azt majd akkor fogjuk eldönteni, hogy hogyan tovább. Tessék, tele az újság, nézd! Itt van még atomfegyverek, emisztrakétát, neutron, tessék! Már annyi az atomtöltet, hogy 6-szor föl lehetne robbantani a földet, már annyi, hogy 19-szer föl lehetne robbantani, teljesen mindegy, hát tessék, itt vannak! Nagyon sok mindent értek meg együtt. Tehát függetlenül attól, hogy most milyen viszályok vannak, meg mennyire van a férjben benne ez a rögeszme, ugyanakkor van egy hosszú házasság, gyerekek, unokák, szeretet, kitartunk egymás mellett. Ma már könnyebben elválnak az emberek, akkoriban még nem. Mi van magával? Mit csinál? Mi történt? Hallja? Mi van magával? Na feleljem, ugye csak játszik? Ne csinálja már! Az egész előadásról általában azért azt érdemes elmondani, hogy a Márai Színházzal koprodukcióban készülünk ebben a bemutatóval. A Márai Színház egy új színház Budapesten,
és az ő fölkérésük volt, megkeresésük, hogy ezt az előadást hát rendezzem meg. Én azt mondtam, hogy akkor vállalom csak, hogyha itt a Veszmély Petőfi Színházban lehet bemutatója, és itt megmutathatjuk a bérletes közönséget. Ich bin fein! I know fine! Je ne suis ennemi! Je ne suis ennemi! Janje vrak!